A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete ebben az évben a Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Simon Évának adományozta. Felkérem Simon Évát, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény intézményvezető helyettesét, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni polgármester úrtól. Simon Évával beszélgettünk, aki Karcagváros egészségügyi szociális díját vette át. Nagyon meghatott ez a díj, nagyon örülök neki. Valamikor a kórházban kezdtem az újszülött osztályon, és ahogy említetted, a nyugdíjas éveim, meg az idősek otthonából megyek el. Ez pont a legfiatalabbak és a legidősebbek, tehát azt hiszem, hogy nagyon sok szép élményben volt része. Igen. Hát az újszülött osztály az egy csodálatos rész volt, ahol emberek születnek, és azt hiszem az időseknél is épp olyan fontos, hogy ott legyünk, és minden lelki oldalon családot pótoljunk, és foglalkozzunk velük betegségükben, és hát a nehéz élethelyzetekben is mellettük álljunk. Azt gondolom, hogy ez most pontosan sokkal felelősödött ez, amit ő mondott itt a járvány idején, hiszen a családcsangok sem látogathatták az otthonlakóit. Nagyon sok rendezvényen voltunk mi is, tehát láttuk, hogy nagyon aktív az élet az otthonban. Igen, hát ezt próbáltuk olyan rendezvényekkel pótolni, de mikor nagy volt a járványveszély, ezt se tudtuk megcsinálni, akkor személyes beszélgetések voltak, és a kapcsolattartáshoz nem csak jogi van, hanem próbáltuk megoldani úgy is, hogy ilyen messengeren, telefonon, akkor Skype-on, interneten keresztül, aztán az Zöldfóton elkészült egy ilyen kapcsolattartó szoba, hogy egy plexiüveg választja el a hozzátartozót és a ellátottat, és akkor mikrofonon keresztül tudnak beszélgetni. Tehát ez se volt akadály most már a vírus. Ennyi évtized után, ha újból pályát választana, ugyanezt választaná? Hát ez egy jó kérdés. Én örülök, hogy ezt a pályát futottam be. Én úgy érzem, hogy Isten ezt tette elébem, és ezen végigmentem. Most azóta a hobbimnak fogok élni, ami a fotózás. És hát a drága unoka, aki itt van és már türelmetlenül várja a mamit, azt hiszem, hogy ő lesz az, aki kitölti majd az üres perceit. Igen, hát vannak nehéz időszakok, amit a lányom se tud egyedül megoldani. Most egy nyugdíjas nagymama majd besegít nekik.